Gyermekprogramokról beszéltünk a mai nap folyamán. Néha felmerül bennünk a kérdés, meddig gyermek a gyermek? Mikor kezdi el az önálló életet? A statisztikák szerint az életkor napjainkban kitolódott, és nem ritka, hogy a 30-as évek évüket taposó fiatalok még mindig szüleikkel élnek. Most egy olyan fiatalemberhez fogunk ellátogatni, aki 25 évesen, alig 2 hete költözött el szüleitől. Majd Ferenc Jenikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Két hete költöztem el ide, az édesanyám szoknyája alól, ez az új lakás. Itt lakok a Horja úton, tehát így a zónában, na és hát ezt egy nagyon-nagyon öreg román házaspártól vásároltuk meg, ezért van itt a például a konyhában, ez budicsempe tulajdonképpen. Azt szeretném mondani. Szoktam főzni, most is itt rotyog valamit, de teszem ezt a késő, nagy azt higgyétek, hogy meg akarok vele szúrni. Mit főzöl? Az a helyzet, hogy még egyáltalán nem igazán van semmi, tehát még fűszerileg nem vagyok felszerelve, tehát otthonról időnként, amikor elmennek a szüleim, akkor haza szoktam menni, és így kirámolom a hűtőt. Nos, akkor így ellopok valamit, és akkor ott valami van, akkor tehát most valami hús, meg gomba, meg elloptam valami piros aranyat, és akkor itt valamit kogyhoz. Másfél órát mostunk első alkalommal, mert azt írta, hogy azt kell állítólag valamilyen cuccnak. Most már tudjuk, hogy lehet fél óra alatt is mosni meg, hogy az állítólag kiveszi a színét. Mondtak ilyen dolgokat, én már nem tudtam, hogy kell mosni. Állítólag van egy ilyen, ezért még mindig nem értem pontosan, hogy bizonyos színeket bizonyos színnel kell tenni, és valamit úgy nem lehet ezzel. Na meg hogy bizonyos színeket, hogyha kombinálsz, akkor ilyen elég fura dolgok jönnek ki belőle. Tehát akkor minden pólód rózsaszín lesz, meg ilyenek. Azt hiszem, ez is így lett rózsaszín különben. Itt van a friss mosás. Ja, most a teregetésről valami. Igen, a teregetésről az van, hogy most jöttetek, és akkor ez a pólom, ez volt rajtam. Aztán láttam, hogy pecsétes. Csak akkor gondoltam, hogy így nem illik. Vagy a nagymamám meglát a tévében, és az a rohadt gáz lesz, hogy akkor megmondják, hogy pecsétes a cucc. De most már alkalmaztunk különben egy lányt, van egy nagyon ügyes egyetemista lány, aki jár ide takarítani, meg így rendet csinál. És megérkezett, és akkor elmagyaráztuk neki, hogy semmiről fingunk nincsen, és akkor úgy látos, úgy idővel úgy. Tehát ti meg sem próbáltátok, hogy... De megpróbáltuk, de nincs értelme. Megérkeztünk az én szobám, vagy itt a hadiszállás, itt a vadi új matrac. Azt szeretném mondani. Itt történik az alkotás folyamata. Itt szoktam olyan dolgokat kiegyalni, amiért nagyon mérgesek lesznek sokan. Amikor nem minden hülyeség végül is itt születik. Könnyebben dolgozol, mióta elköltöztél, és egyedül vagy? Sokkal könnyebben dolgozom, és nem kell kocsmába mennem dolgozni. Nekem mindig volt egy ilyen rituálim, hogy egy ilyen délutáni órában valamikor, ilyen 3-4 körül, tehát még azért egy ilyen beauty sleepet azért lenyomtam így az ebéd után, és akkor bementem a kocsmába, és akkor ilyen kávé és sör, és akkor úgy egy olyan 3-4 óra, amikor ugye akkor működött az agyam ugye a legokésabban. Most meg az van, hogy felkelek, és akkor bugyikába feljövök ide, megy. Mennyire veszi le a kezét a szülő egy ilyen esetben? Például a te esetedben? Nem eléggé. Időnként látom, hogy valaki feljár. Meg hogy azért ott van az a cucc, hogy az embernek az apja ugye el akarja függetleníteni teljesen, és akkor az anyja még mindig belop egy darab húst a hűtőbe. Meg ahányszor után azóta azt hiszem, hogy egyszer voltam otthon hivatalosan, mert még egyszer hazajártam kaját lopni. Na de az volt, hogy akkor hazamentem, és így mindent fel akartak pakolni. Nálunk szerintem az volt, hogy ilyen nagyon-nagyon meg volt érve erre a pillanat.
Tehát nem az volt, hogy kiszakítanak valahonnan, vagy kötelezővé teszik, hanem ilyen teljesen természetes volt. Tehát ez olyan, mint egy kapcsolat, mikor megérik a szakítása. De nem úgy, hogy az egyik fél szerelmes és a másik megcsalta, hanem úgy, hogy mindenki érzi, hogy oké. Mamikám, neked nem üzenek semmit, te úgyis tudod a többit. Ferenc Jenikő, mentálhigiénés szakember a vendégem. Szervusz, Jenikő. Köszöntelek. Visszakapcsolnék egy kicsit a bejátszás utolsó mondataira. Az édesapa minél inkább el akarja engedni, el akarja függetlenebbé akarja tenni a fiát, az anyuka meg visszafogja. Ez egy általános érvényű jelenség? Most azt mondanám, hogy általános, akkor lehet, hogy túl erős lenne, de nagyon gyakori. Maradjunk ennél. Igen. És már is kérdés az, hogy vajon... miért is nehéz ez a leválás? Tehát ki az, aki nem tud leválni? Tehát olyan egyértelműen arra vagyunk hajlamosak fordulni, hogy a gyerekeink nem képesek kimenni vagy függetlenítődni, de a kérdés az, hogy van az anyukák mennyire engedik? És nagyon jó volt ebben a filmben a jelzés, ugye, hogy nem eléggé, hogy azért még feljön, tehát valaki jár, valaki néz, valaki belop valamit a hűtőszekrényembe, hogy azért ott van az, hogy felül vigyázom, vagy... Boncolgatjuk majd ezt is nem sokára. Kezdjük azzal, hogy mit jelent a leválás a szülőkről? Hát a leválás az azt jelenti, hogy ugye egy önálló életet kezd a fiatal, és ez akkor jó, ha bekövetkezik, amikor tényleg mind a két fél erre készen van. Tehát azért volt nagyon jó a bejátszás, hogy nem elszakadás, nem egy kényszer kellene legyen, hanem tulajdonképpen egy érési folyamatnak az eredménye. És úgy, ahogy az ember az élete folyamán változik, a személyiség érésben is van egy adott kor, amikor a gyereknek le kell válni a szülőkről. Tehát, hogy nem természetes már velük élni, együtt lenni, gyerek lenni még úgy, hogy együtt közösségek, minden változás nélkül. Ez korábban milyen életkorban történt? Már a gyerekre gondolok, mert a statisztikák azt jelzik, hogy kitolódott a korhatár. Na de mi lett volna a természetes, hogy mi volt régebb a természetesen elfogadott korhatár? Tehát nagyon kitolódott, vészesen kitolódott. Hát nem kell olyan messze mennünk, tehát azt hiszem elég, ha a szüleink időszakára gondolunk, hogy azért ott már szinte 10 évesen önállósodtak, tehát munkát kerestek. Na most mindig külön kategória ugye az, hogy az gyerek tanul, mert hogy ez egy anyagi függőséget jelent. De ezen túl most már a helyzet azért vészes idejőszőjelesen, mert hogy már mind tovább és tovább tanulnak a gyerekek, és akkor mi van az, hogyha most már második egyetemet végzi, akkor ő most mi? Tehát gyerek, hogy ő még eltartott. Én úgy gondolom, hogy készülni kellene erre. Tehát nem 18-20 évesen kellene ezt feltenni a kérdést, ha most nem gondolod, hogy most már el kell menned, hanem ott, amikor tinédzser korba, és ott van a nagy váltás. Tehát a tinédzser kor az arról is szól, hogy a gyerek leválik bizonyos szempontból a szüleiről. Tehát az már egyfajta leválás, és tulajdonképpen a külvilág fele való kitekintés, és a más felnőttekkel való ismerkedés. Na most én úgy gondolom, hogy ott kellene egy kicsit követni, és jelen lenni, és erről beszélni, hogy hol tartunk, hol vagyunk, mert valószínű nem véletlenül jut ide az ember, hogy egyre gyakrabban hallja azt, hogy a fiatal az otthon van még. A fiatal, aki már akár 30 év fölötti. És azért az már egy kicsit sok. Tehát én úgy gondolom, hogy az sok. Ilyen esetekben beszél a szakirodalom kapunyitási szindrómáról. Igen, hát ez egy jó pofa, most már egyre több szindróma van, meg válság, de tényleg beszélnek egy ilyenről, mert olyan gyakori. Na most számunkra, ugye a szakember számára mindig az a kérdés, hogy miért alakul ki. Mert az, hogy kialakult, ez már egy eredmény. De mi volt ott előtte? Mert hogy ott a prevencióra kellene vigyázni. Na most lehet látni bizonyos dolgokat. Nem szeretem azt mondani, hogy a mai fiatalok rosszabbak, vagy gyengébbek, vagy kevésbé tudnak ezekkel megküzdeni, más. Tehát más az alaphelyzet, más a társadalom. Ugye persze, hogy érződik egy alapbizonytalanság, tehát a mentálhigiénés harmóniában mindenképpen beszélünk arról, hogyha nincs egy megfelelő szociális jólét, akkor a személy az bizonytalanabb. Na most ez érződik a fiatalokon. Ellenben, amire figyelni kellene mindazoknak, akik érintkeznek a fiatalokkal, és szülőknek is, hogy például miért van az, hogy a mai fiatal eléggé önbizalom hiányos. Mert hogy itt valahol arról van szó, hogy nem merem én bevállalni azt az új helyzetet. Ez nagyon nagy bátorság kell.
Tehát ugye mennyivel egyszerűbb otthon ülni, és biztonságban lenni, de hogy a személyiségfejlődés része az, hogy bevállalom a nehezebb helyzeteket, mert pont ezekben a helyzetekben válok én felnőtté. Na most ebben látom, hogy segíteni kellene. Az önbizalom hiány, ez jöhet belülről is, tehát jöhet egy olyan helyzetből, hogy nem volt megfelelő kísérés, ami ugye lehet egy rossz önismereti kép, tehát sokkal több önismeretlen lenne szükségük, sokkal több önbizalom erősítésre, mert hogy az a kérdés, miért lesz önbizalom hiányos egy fiatal, egy 20 éves lány vagy fiatalember, tehát emögött valami kell legyen. A másik, amit én látok, az a kommunikációs szintnek a nem megfelelő fokon levése, ugyanis megdöbbentő az, hogy időközönként látja az ember, hogy 18-20 éves fiatalokkal például a szülők mennek intézkedni. Tehát, hogy azért ez már sok. Tehát, hogy elmegy anyuka, és akkor együtt iratkozunk be ide, vagy oda, vagy elrendezzük a papírokat. Ez már a túlzottan védő szeretet. Mert hogy akkor hogy fog ez a fiatal állást keresni, hogy fog belevágni, tehát hogy nem egyértelműen ők a hibásak. Én úgy gondolom, hogy a szülők is nagyon benne vannak. Nem is mondta senki, hogy a fiatalokat. Tehát, hogy nem akarom emiatt semmiképpen őket hibáztatni. Hogyan érinti a leválás a fiatalokat? Hát, hogyha nincsenek készen rá, akkor válságot okoz elő. Tehát, hogyha ők nem érzik magukat készen erre, és nem kihívásként, tehát nem izgalomként éli meg azt, hogy na most próbára teszem a személyiségemet, mert tulajdonképpen erről szól. Hogy én most kimegyek az életbe, kész vagyok, felnőtt vagyok, és megmutatom, hogy mit tudok. Ha nem érzi magát késznek és mennie kell, akkor ez nagyon nehéz. Hogyan érinti a szülőket? És akkor ez a másik fele, ugye, hogy azért tegyük a kezünket a szívünkre, és mondjuk azt, hogy vajon nem-e védjük túl a gyerekeinket? Tehát gyerekekkel dolgozva, meg szülőkkel érintkezve, sokszor van ez az érzésem, hogy egy kicsit most divat, hogy a gyerek a legjobbat megkapja, minőséget kapja, meg még akkor is, ha esetleg a család többi tagja nem. Tehát, hogy a gyerek olyan központi helyet foglal el, és hogy egy kicsit így túlputyukáljuk tulajdonképpen erről szól. Ami lehet, hogy jó, és biztos nem fogja mondani a gyerek azt, hogy na, most túl sokat kapok, hanem olyan szinten megkap dolgokat, hogy ez természetessé válik. És akkor utána kilépni, azért válság, mert hogy megszokott ő egy adott szintet. Na most kimenni és dolgozni, és kezdőfizetésből elérni dolgokat, nem fogja tudni ezt a szintet elérni. Ezt úgy is szoktuk hívni, hogy ez egy ilyen identitás protézis. Tehát, hogy amit mi tudunk produkálni szülőként. Van itt még egy nagyon fontos dolog, amit szintén látok a gyerekek életében, a pénzhez való viszonyulás. Mert tehát, hogy az ez a másik ok, úgy gondolom. Tehát az érzelmi köteléken túl ott van az anyagi kötelék, ami esetleg helyhez szorítja, rögzíti a fiatalt, és ott tartja a szülei közelében. Általában a leválás olyankor következik be, persze az érzelmi leválás az korábban is lehet, de amikor önállósodik, és esetleg elköltözik otthonról a fiatal, amikor munkahelyet talál, vagy biztos keresetet. Igen, de azt hiszem, hogy erre se lehet egy oldalon rákenni. Tehát, hogy nem csak ez legfeljebb egy ok lehet, hogy most nehezebb ezt megtalálni, vagy nehezebb elhelyezkedni. A hozzáállás az sokkal fontosabb. És ha előjött a pénz, akkor még van egy jelentős dolog, ami jóval előtte, az első leválásnál kellene megtörténjen, ami serdülőkorban már nagyon jelen kéne legyen. Itt a pénzhez való viszonyulásban gondolok arra, hogy nagyon gyakran hallom azt, én megkérdem a gyerekektől, hogy például hogy van nekik pénzük. Nem alakul ki a pénzhez való egészséges viszony. Tehát nincs például a gyereknek zseppénze, ami tudja, hogy ennyit kapok egy hétre, és ezt be kell osztanom, és mit kell ezért tennem, és mit kell ebből vennem, hanem a gyerek annyi pénzt kap, amennyire szüksége van. Most az én kérdésem az, hogy ez a gyerek hogy fogja tudni majd például a havi fizetését beosztani? Tehát, hogy segíteni kell a gyerekeket abban, hogy tudjanak ehhez viszonyulni. A másik dolog, hogyha ő kérésre megkapja a legmárkásabb cuccot, anélkül, hogy ő befektetne az övéből, akkor ez megint egy ilyen passzivitás, hogy tulajdonképpen készen jön. És akkor persze, hogy nem fog megelégedni később egy sokkal alacsonyabb szinttel. Van különbség a lányok és a fiúk leválása között? Van. Én úgy látom, hogy a fiúk nehezebben válnak le, de hozzáteszem rögtön, hogy lehet, hogy az anyukák engedik el nehezebben a fiaikat. Tehát volt a bejátszásban is erre utalás,
És ugye, mert hogy tegyük oda a fiunkat, hogy mosson otthon, és akkor ugye akkor derül ki, hogy rózsaszín lesz minden, amikor elmegy otthonról. Ezek természetes dolgok. Na most persze oda lehetne tenni, ha az anya néha elutazna, és a fiú magára lenne utalva. Tehát ezek természetes dolgok. Itt nem a szeretetről van szó, itt arról van szó, hogy a gyerekemet esetleg nem tanítom meg tulajdonképpen élni. Tehát élni képességet nem adok át neki. Ez érdekes, mert ugyanakkor az anyának legalábbis sokkal könnyebb az élete, hogyha már nem kell nap mint nap, óráról órára gondoskodnia valakiről. Viszont más vetülete is van valószínűleg. Hogy éli ezt meg az anya? Mert egy számomra egészséges anya az egy olyan nő, aki bizonyos dolgokat önmagának biztosít az életben. De ha az derül ki ennél az anyánál, hogy kirepül a gyereke, és tulajdonképpen magára marad, és nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel az idővel, vagy nagyon gyakran látjuk ezt párkapcsolatnál, hogy elment a gyerek, tulajdonképpen megkönnyebbült az életük. Egymásra kellene figyeljenek, kellene tulajdonképpen örömet leljenek egy csomó mindenben, de már olyan szinten eltávolodtak, vagy nem volt meg ez a közös élet, hogy tulajdonképpen egy nagy űr marad. Tehát erre is készülni kell. Sőt, én hozzámerem tenni, hogy nagyon sok mindent tanítani kellene az embereknek valamilyen formában, fel kellene készíteni az embereket erre. A gyereknevelés az egy nagyon komplex és nagyon nehéz dolog. És ebben pedig segítséget kellene nyújtani, mert hogy szülőként ugye nem, az embernek meg kell tapasztalnia. Igen, a 10. gyereknél valószínű már tudná, hogy körülbelül hogy kell úgy csinálni, hogy jó legyen. De egyébként annyira gyerekközpontúvá vált az életünk, nagyon, és ezt sugallja nagyon a média, a körülöttünk levő nagyon társadalom, hogy valószínűleg emiatt sem tudunk már annyira figyelni társunkra. Igen, de ez nem mentség. Ez nem mentség. Egy kicsit jellemző a társadalmunkra ez, hogy a gyerek az első számú. Én azt ajánlom, hogy mindenki, akinek van 5 perce, tartson egy kis szerepfelvezetést, vegye sorra, hogy milyen szerepei vannak, és nézze meg, hogy melyik szerepére mennyi időt szán. És ha egy anyának például nagyon kevés idő jut arra, hogy ő mennyit foglalkozik önmagával, mint emberrel, mint nővel, akkor ott rendet kell teremteni, és hasonlóan apa esetében is. Tehát, hogy nem lehet, bizonyos szerepeket nem lehet elfelejteni, vagy kihagyni. Illetve mennyi időt szán a társára, vagy az együttlétükre? Igen, az mindenképpen benne van. Az is, az egy másik szerep. Visszatérünk az otthonról elköltöző gyerek, fiatal esetéhez. Az anyuka nagyon gyakran lakáskulcsot kap, vagy szerez magának a gyerek lakásához. Bejár mosni, mosogatni, ugye az előbbi példából is kitűnt, hogy még az anyai gondoskodás az tovább működik, és ott nagyon gyakran esetleg éppen alkalmatlan pillanatokban jelenik meg. Hogyan hat ez a gyerek-szülő viszonyra? Hát szerintem semmiképpen nem jól. Tehát én el tudom fogadni azt, hogy kulcsa van anyának vagy apának, mert hogy lehet, hogy ő vette a lakást, vagy ő bepótol valamilyen szinten. De azért gondoljunk csak bele a fiatal szemmel, hogy én otthon vagyok, és bármikor bejöhetnek. Tehát, hogy én azért ezt nem tartom jónak, meg ha feljárok és mosogatok a gyerekemnek, akkor meg miről szól ez az egész? Hát nem azért ment el, hogy megtanulja, és nem baj, ha ekkora, mert azt érdekes megélni, amikor az ember az utolsó tányérát is összepiszkítja, és akkor meg muszáj mosogatni. Tehát pont ez a felnőtté válás, hogy az ember olyan helyzetekbe kerül, ha ott is megmentjük a gyereket. És azért van egy nagyon fontos dolog, ha én mindig a gyerekem után járok, és mindent megcsinálok ilyen szempontból, azért valahol ez arról szól, hogy nem bízom benned, hogy te képes vagy rá. És ez meg nem jó. És lehet, hogy a felnőtt gyerek egyből egy másik családba kerül, hogyha a saját családját közben megalapítja, és ez folytatódik. És kérdés az, hogy például, ha már fiúról van szó, mert hogy anyuka feljár és segít, akkor hogy fog ő egy egészséges párkapcsolatban élni? Mert hogyha anyuka teljesen kiszolgált, akkor ő ezt fogja várni teljesen a feleségétől is, és akkor fog rádöbbenni, hogy ez nem is olyan természetes, hogy a nő csinál meg mindent. Tehát, hogy azért a párkapcsolat alakítás és a leválás között itt kell legyen egy időszak, amikor az ember önmagára talál. Ezért szerencsés például, és én nagyon szeretem, amikor az egyetemisták lehetőleg egy másik városba mennek el tanulni, mert hogy annak megvan a maga tanulsága. És az jó. És akkor azt mondod, hogy a lányok esetében ez sokkal simábban történik?
A lányok esetében olyan szempontból, hogy ugye ott az apával szorosabb a kapcsolat, és hogy érzelmileg erős nagyon az a kapcsolat, tehát hogy ez nem kerül alá, hanem egy apa nem fog menni a lánya után és ellenőrizni, mert eleve feltételezik, hogy egy lány ugye például tud mosogatni, tud mosni és hasonló dolgokat. Tehát ilyen szempontból gondoltam. És amúgy a párkapcsolatokat nézve is, én azt hiszem, hogy ott is azért az anya hatása a fiúkra azért erősebb, tehát a befolyás. Az apukákat meg szerintem a lányok segítenek leválasztani, így látom én. A teljes leválás valószínűleg akkor következik be, amikor saját családot alapít a fiatal. Akkor meg az ő szüleire a nagyszülői szerep hárul. Van, aki ezt is nagyon intenzíven éli meg, és szinte kisajátítja unokái nevelését. Hogy van ez ilyenkor? Hát én remélem, hogy a fiatalok elég bátrak és őszinték, és ugye visszamentünk a jó kommunikációhoz, hogy valamilyen formában tudtára tudják adni a nagyszülőknek, hogy azért ne ők neveljék a gyerekeket. Tehát a besegítés, a jelenlevés, az egy hihetetlen ajándék. Akinek kisgyereke volt, az tudja, hogy mit jelent, amikor számíthat valakire. De megvárni, amíg én ezt a segítséget kérem, és ne nyomulni, tehát hogy a túlzott szeretet az nagyon veszélyes tud lenni, a megfojtó szeretet. Számomra az egészséges szeretet az, hogy bízom benned, hogy te ezt meg tudod csinálni, rám bármikor számíthatsz és fordulhatsz hozzám. És én úgy gondolom, ezt kell megtanulni a szülőknek minden helyzetben. Mert ebben van egy támasz, egy biztonság, de ugyanakkor megengedem a gyerekemnek, hogy tapasztaljon meg dolgokat. Ha nem hagyom őt bizonyos helyzeteket átélni, akkor hol szerzi meg a tapasztalati tudást? És akkor így összefoglalásképpen leírhatjuk azt, hogy milyen a, hát ne beszéljünk ideálisról, mert olyan nincs, de az ideálishoz közel álló leválási folyamat. Hát ideális az, amikor mindkét fél érett erre, tudnak erről beszélni, és ezt pozitív kihívásként élik meg. Mikor kezdjük el ezt a kommunikációt? Vagy mikor kezdjük el beszélni? Minél hamarabb. Tehát minél hamarabb. Ugye a gyermekeink személyiségfejlődés az egy hosszú folyamat. Ha kisgyerekkorban nem is, de azért ott már serdülős, sőt, preserdülő korban lehet már erről beszélni. Tehát, hogy ezt lehet mondani, hogy ez így helyes vagy úgy, tehát jelzéseket kell adni. Amúgy ez is egy másik dolog, hogy nem beszélünk ezekről a dolgokról. Mindenről beszélni kell, mindennek meg kell találni a formáját, és lehet jelezni. Nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy jó sztori, hogy például a kicsi lányom, ő ugye nehezebben tart rendet, és mondtam, hogy ne gondolja, hogy 25 évesen még ott fog élni velem, és teljesen más reakcióra vártam, és ő azt mondta, hogy hát én úgy gondolom, hogy 16 évesen már elköltözöm a barátommal. Úgyhogy nem tudjuk, hogy ők hogy gondolkodnak, ezért jó beszélni. Mert ha beszélünk, én elmondom, ami ott van bennem, ő meg elmondhatja azt, amit gondol. És hogyha életkorban kellene meghatározni ezt a megfelelő időszakot a leváláshoz, akkor mi lenne az? Mert ugye azt elmondtuk, hogy a 30 év az már nagyon késői. Hát már sok. Tehát én a 25-öt tartom ideálisnak. Ugyanis 16 és 20 éves kor között történik egy fajta identitás erősítés, és 20 és 25 között be kell induljon ez az önállósodási folyamat, amikor legalább az ember gondolkodás szintjén készül erre. És a másik dolog, hogy a 25 azért is határ, mert ott elkezdődik egy más felnőttség, és ha már pszichológiai is itt tele vagyunk válságokkal, jön aztán a 30 éves válság, és azért azt jó lenne megelőzni. Úgyhogy a 25-re. Maradjunk a 25-ben. Én a 25-re. És akkor ez mindenképpen úgy valósul meg, hogy egyik napról a másikra, mert az elszakadás, az elköltözés, az végül is nagy változást jelent egyik napról a másikra. Tehát, hogy van ebben egy nagy elszakadás, de ne legyen ez ilyen hirtelen, hogy na, ma bejelentjük, hogy tudod, lányom, vettünk neked egy, hanem rákészíteni. Tehát, hogy ott 20-tól már el lehet nagyon ezt kezdeni kommunikáció szintjén, és akkor lehet megoldásokat is találni erre. Tehát kommunikálni, meg éretnek lenni hozzá, bölcsnek lenni tulajdonképpen, és megbízni a másik félbe. Ferenc Jenikő, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.